Adventi gyertyagyújtás a református templomban, készül a kézműves beigli, fenyőfa árak, kábítószer kereskedők őrizetben. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. december 13-án 18 óra 5 perckor. Ünnepi műsor és istentisztelet keretein belül gyújtotta meg a város adventi koszorún a harmadik gyertyát F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő. Gyarapodnak az adventi koszorún világító gyertyák, ami a növekvő fényt, a szeretetet jelképezi, amelyet a keresztények hite szerint Isten Jézusban ad karácsonykor a várakozó embereknek. A liturgia szerint ezen a napon az egyetlen rózsaszín gyertyát gyújtják meg, hiszen a rózsaszín az öröm színe. Az advent és a karácsony közösségi ünnep. Ha nem közösségben éled meg, boldogtalan lesz. Ha nincs kivel megosztanod az adventi örömödet, a hitedet, a reménységedet. Ha csak magadnak tartod, és csak magadra nézve, tartod fontosnak, és tartod meg az adventet és a karácsonyt, nem leszel boldog, hiányos lesz, részleges. Ezért hívogatlak benneteket újra. Ebbe a gyülekezet közösségébe és abba a közösségbe, ahová tartozol. Ezért hívok mindenkit, a televíziót, figyelőket is, a városi rendezvényekre továbbra is. Mert Isten szeretné az ő családját együtt látni. Az ő népének a tagjait látni, hogy együtt tudnak ünnepelni. Együtt tudnak énekelni, úgy, ahogyan együtt énekeltek a gyermekeink. Együtt tudnak gondolkodni, imádkozni, ahogyan eddig is megtettük. Hát én így kívánok mindenkinek áldott és örömteljes ünnepet, a Magnifikát imádságos szavaival. Magasztalja lelkem az Urat, és újjong az én lelkem megtartó Istenemben. Mert rátekintett szolgáló leányának megalázott voltára, és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék. Mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Amen. A hagyomány szerint ezen a napon történik az első áldozásra készülők bemutatása a közösségnek. Liturgikus keretek között életük első szerződését írják alá, amelyben a szülők, nagyszülők, keresztszülők, hitoktatók és a hívők közössége előtt megígérik, hogy komolyan készülnek az első áldozásra. Idén a harmadik gyertyát a református templomban gyújtották meg. Mielőtt a harmadik gyertyát meggyújtom, egy pillanatra meg kell állni. Meg kell állni nekem is, és azt gondolom, hogy mindannyiunknak meg kell állni egy pillanatra, egy kicsit magunkba kell fordulni, egy kicsit el kell gondolkodni. Hiszen a mindennapi rohanásban, amikor hajt bennünket a munka, a tanulás, a tennivaló, rohanunk, és csak mindig az előző napra, az előző nap terveire gondolunk. És a mögöttünk hagyott nap gondjaira, elvégzett munkára. És amikor rohanunk egy életen keresztül, amikor egy pillanatra megállunk és felnézünk, körbenézünk, hogy kik vannak mellettünk, hova jutottunk, lehet, hogy már akkor késő. Lehet, hogy már akkor késő a számvetés. Hiszen lehajtott, leszegett fejjel rohantunk előre az életben, és nem figyeltünk a mellettünk lévőre, nem figyeltünk a célra, nem figyeltünk az életre. Az adventi gyertyákkal és az adventi alkalomokkal a Jóisten egy
kilátót, egy dombot, egy hegyet biztosít számunkra. Amikor megállhatunk, szétnézhetünk. Szétnézhetünk, hogy a nagy rohanásban kik vannak mellettünk. Mit hagytunk magunk mögött, mi az, ami előttünk van. Egy pillanatra elgondolkodhatunk, hogy nem vesztettünk-e célt. Jó ez az irány. Jönnek-e velünk azok, akikre számíthatunk, akikre minden pillanatban számíthatunk, barátokra, családtagokra, szerettekre. És az advent 4 gyertyája ilyen alkalom. Én azt kívánom mindenkinek, hogy álljunk meg egy pillanatra, nézzünk körbe. Nézzünk körbe, hogy mit hagytunk magunk után, mi a cél, mi a lényeges, és mi a lényegtelen. És jönnek-e azok velünk, akikkel együtt kell, hogy haladjunk. Én kívánok mindenkinek, minden karcaginak, minden magyarnak áldott adventet, áldott, békés és egészségben teljes várakozást. Folyamatosan sütik Karcagon a karácsonyi beigliket a pékségekben. Ettől a héttől már kapható az ünnepi sütemény. Megkezdték a karácsonyi beiglik próbasütéseit a karcagi pékségekben. Hát most pár száz darabot sütöttünk, még nagyon nem akarjuk túl korán, mert mi nem használunk tartósítószert, tehát én azt ajánlom, hogyha valaki már most megveszi, akkor inkább fagyasztóban tartsa. Most még inkább azok veszik, akik megkóstolják, meg már úgy egy kicsit érdekli őket. Egyébként nagyon érdekes, hogy karácsonykor van az igazi roham, közvetlen karácsony előtt, és karácsony után 2 nappal már senkinek nem kell a beigli. Tehát akkor mi a roham? Igen, igen. És 2 nappal utána már senkinek nem jut eszébe, hogy beiglit szeretne enni vagy venni. Ettől a héttől már kapható lesz ugyanis az egyik kedvenc karácsonyi sütemény. Diósat és mákosat sütöttünk, általában ezt szoktunk, és hogyha valami extra igény van, akkor azt elkészítjük közben. Most a fél kilós diós beiglinek 2000 forint a fogyasztói ára, a mákos 1900. A mákos és a diós beigli még mindig a legnagyobb kedvenc. A legtöbb helyen ebben a 2 ízben készítik el. Valamivel több mákos megy el, mint diós, és hát ez úgy attól függ, mi kelt kalácsot is sütünk, és lényegesen több a kelt kalács, a tekercs, mint a beigli. Tehát ez azért úgy ezres nagyságrendben van. Idén 10%-kal drágább lesz a diós, egy kártevő ugyanis sok helyen tönkretette a termést, így kevesebb van a dióból és drágább is. Nekünk könnyű beszerezni, mert saját diónkat használjuk részben, amit mi termelünk, termesztünk, és ezen kívül, akinek még diófája van fent a Zemplénben, tőle szerezzük be. A dió drágulása ellenére a kerekcipó pékségben szintiszta dióból készül a sütemény. Meg lehet érezni az ízén, hogyha dió van benne, a másik pedig az, hogy az összetétel rajta van, és ha valaki gazemberkedik, akkor azzal lebukik. Idén viszont drágul, de a minőség az a pékségtől megszokott színvonalú lesz. A beigli magyar nevén mákos vagy diós tekercs, tradicionális magyar karácsonyi étel, hagyományosan dióval vagy mákkal, újabban gesztenyével, meggyel vagy aszalt szilvával töltött édesség, de létezik meggyes mákos, gesztenyés szilvás, almás mákos és káposztás változata is. A népi hiedelem szerint a diót rontás ellen kell lenni, a mák pedig bőséget hoz a házhoz. A beigli tésztája a kalácsfélékhez hasonlóan egy kelt tészta, amelynek elkészítéséhez tejben felfuttatott élesztőt használnak. Nyakunkon a karácsony. A tényt mi sem igazolja jobban, mint hogy már városunkban is megjelentek a fenyőfaárusok. Lutz Normand és ezüstfenyő. A kínálat a szokásos, az árak viszont változtak. Ő az ezüstfa. Hát neki ennyi a hátránya, hogy ő nagyon szúr, tehát ahol kisgyermek van, ott elég nehézkes, de ő sem annyira hullatja a levelét, meg ugye hát nagyon szép hatást kelt, ő egy 10 000 forintos fa. Az emelkedés a fenyőfa piacot is elérte. Idén 1000-2000 forinttal drágábban kínálják méterét a fenyőknek az árusok.
Még most igazából csak nézelődnek, de már most egyre többen jönnek, érdeklődnek, a kisebbtől a nagyobbig, mindenféle fenyőt néznek. Az árak hogyan változtak? Igazából szerintem a lucnak ment feljebb az ára, a normand az szerintem maradt, a luc, ami feljebb ment. Valaki vár, de már most szerintem itt az évek tapasztalatából tudják, hogy nem lesz olcsóbb a fa, és inkább még most elviszik, azért is, hogy tehát ne válogassák ki előlük a fákat. A lucfenyő és a normand fenyő a legnépszerűbb hazánkban, de ezüstfenyőt is sokan vesznek. Az árak alakulásában azonban a termelőknek nincs nagy beleszólása, ugyanis a kereslet diktál. Normand fa, ő 15 ezer forintba kerül. Hát ugye ő annyiból jó, hogy ugye egyáltalán nem szúr, a leveleit bátran lehet hajtogatni, igazítani. Ezt is nagyon szeretik, mert tehát valóban semmit nem hullajt a levei, illata bár nem igazán van, de annak ellenére nagyon jó. A luc az illata és kedvező ára miatt, míg a normand elegáns mi volta és tartósága miatt népszerű. A lucfenyő, tehát mi ehhez szoktunk ragaszkodni. Volt, amikor ezüstfenyőt is vásároltunk, de legfőképpen a lucfenyő maga, az illata, a maga a tartása, úgyhogy mi inkább ennél maradnánk. Mi nem szeretjük a nagy magas fákat, max. Ilyen másfél méteres fákat. Nálunk már ugye felnőttek a gyerekek, és akkor már nekünk végül is szimbolikusan ez az ekkora fa, ez már megfelelő. A tavalyi árakat tekinthetjük kiindulási pontnak. Ettől csak drágább lehet idén a fenyő, ugyanis az infláció és a növekvő költségek miatt biztosan számíthatunk emelésre. Azonban a termelőknek vigyázniuk kell az áremeléssel, mert akár rajtuk is maradhat az árujuk. A karcagi rendőrök a tiszaburai kábítószer kereskedők elfogása után most kenderesen vettek őrizetbe dílereket. A karcagi rendőrkapitányság kábítószer kereskedelem büntet és új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást. A rendelkezésre álló adatok szerint egy kenderesi pár 2021. januárja és szeptembere között rendszeresen anyagi haszonszerzésre törekedve értékesítettek több személynek kábítószer gyanúját keltő anyagot alkalmanként 500 forint per pakkáron. Megalapozott továbbá a gyanú arra is, hogy a páros 2021. június és július hónapokban új pszichoaktív anyag gyanúját keltő növényi törmeléket értékesített több személynek, esetenként 500-1000 forint per pakkáron. A karcagi rendőrök akciója során a feltételezett elkövetőket elfogták és előállították a helyi rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki az 55 éves férfit és 49 éves élettársát. A nyomozók a tettesek lakásán alufóliába csomagolt és kiporciózott kábítószer és új pszichoaktív anyag gyanúját keltő porokat és növényi törmelékeket, 1 millió forintot meghaladó készpénzt és ékszereket, továbbá mobiltelefonokat foglaltak le. A nyomozóhatóság a terheltek őrizetbevételéről határozott, és a későbbiekben előterjesztést tesznek letartóztatásuk indítványozására. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!